Több betörés is történt Tolna megyében a tavalyi év végén. Az elkövetők rendszerint a nyitva hagyott ajtót, ablakot használták ki, vagy éppen azt, hogy az ingatlan tulajdonosa a lábtörlő vagy a virágcserép alá rejtette a kulcsokat. A rendőrség szóvívője azt mondja, akkor is érdemes bezárni az ajtót, ha kivisszük a szemetet, vagy kikísérjük a vendégünket, mert a betörőknek elég néhány perc értékeink ellopásához. Az áldozattalálás megelőzése érdekében a Tolna megyei rendőrfőkapitányság felhívja az állampolgárok figyelmét, hogyha otthonukból távoznak, akkor az ajtót, ablakot gondosan zárják be. A földszinti lakásban élőknek fokozottan ügyelniük kell arra is, hogy csak akkor hagyják nyitva az erkélyajtót, ha abban a szobában tartózkodnak, amiben az ajtó van. Azt is tanácsolják a rendőrök, hogy ne hagyjuk a táskát, kulcsot vagy egyéb értéket a bejárati ajtó közelében vagy jól látható helyen. Továbbá a kulcsokat mindig vigyük magunkkal. A lakóház kulcsait, ha elmegyünk otthonról, ne a régi megszokott helyeken, virágtartóban, villanyóra szekrényben, lábtörlő alatt tartsuk, hanem tartsuk magunknál. A bejárati ajtóra érdemes nyitásérzékelőt szerelni, így azon nem lehet észrevétlenül bejutni. Ha pedig minden áron otthon akarjuk tartani pénzünket vagy egyéb vagyontárgyunkat, azokat zárható, rögzíthető széfbe rakjuk.